Ez a tanuló már szeptembertől ebben a márkaszervizben tanulja az autószerelő szakmát. Elmondása alapján az elméleti képzés mellett fontos a gyakorlati tudás is. A márkaszervizben pedig a legmodernebb munkaeszközön tud tanulni. Enélkül szerinte képtelenség elhelyezkedni. Három másik haverommal, barátommal együtt ők csalogattak végül is ide, hogy ők ide jönnek, ezt lenne kedvem. És hát persze, mondtam igen, úgyhogy akkor nekivágtunk, és egyáltalán nem bántam meg. Tehát csak jó élményekkel, csak tapasztalatokat gyűjtöttem itt. Meg enélkül nem is lehetne a szakmát végigcsinálni a gyakorlati képzés nélkül, szóval ez egyértelmű, hogy kell hozzá. A szakmában folyamatosan keresik az autószerelőket, hiszen míg 20 évvel ezelőtt családonként egy autó volt, vagy egy sem, addig ma nem ritka, hogy kettő vagy akár több autó jut egy családra. A munkaerőpiaci hiányra ad választ a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakképző iskolája és kollégiuma. Juhász Gábor, az intézmény vezetője elmondta, hogy szeptembertől új, az autóipar követelményeinek és technikai szintjéhez alkalmazkodott tantervvel várják a jelentkező tanulókat. Hangsúlyozta, mind a szakmának, mind az oktatásnak ez közös érdeke. Az új OK-ban az autószerelő szakmát nem fogja megtalálni senki sem, hogyha keresi benne, helyette a gépjármű mechatronikai technikus végzettséget tudja majd megtalálni, és technikumban 5 éves képzésre tud beiratkozni hozzánk a tanuló. Ez azt jelenti, hogy negyed év végén még nem szerez érettségi bizonyítványt, hanem előrehozott érettségi vizsgát fog tenni majd a elméleti tárgyak három részéből, tehát matematikából, történelmből és magyar nyelv és irodalomból, és 5 éven fogja a technikus vizsgáját megcsinálni, amely projekt alapú vizsga lesz. Egy 2017-es magyarországi felmérés szerint a megkérdezett tanulók 78%-a azt válaszolta, hogy szívesen részt vesz olyan képzéseken, amely a tanórákon kívül további lehetőséget nyújt ismereteik bővítésére. A stabil hátteret biztosító, átfogó szakmai képzésekre pedig azért is szükség van, hogy az ezen a téren karriert építő fiatalok meg is maradjanak választott pályájukon.